mindig figyelemmel kísértem az ő munkáit, írásait, úgyhogy mikor a verses kötetét nekem ajándékozta, mondhatnám, hogy nem tudtam letenni. Állandóan olvasgattam, és onnan merítettem ihletet. Annyira megfogtak, megkaptak az ő művészete, olyan nagyra értékelem az ő verseit, hogy úgy gondoltam, hogy ő belőle tudok erőt meríteni. Akár egy vastag fához támaszkodom hozzád, várom, nyújts felém friss vizet. Mikor már tenyérnyi csak a napsütés az égen, a gondolatba, hogy vagy, beburkolom magam. Az az igazság, hogy amióta az eszemet tudom, mindig írtam, gyerekkoromban is már meséket, és aztán jöttek az alkalmi versek, amikor már nagyobb lettem, meg aztán elkezdtem dolgozni, de már a középiskolába is, és hát olyan szerencsém volt, hogy volt egy patronusom, aki elég erős volt ahhoz, hogy megagitáljon, hogy elmenjek az újságíróiskolába, ahol tulajdonképpen az íráskészséget, ahogy Ordas Iván, az osztályfőnököm ebbe az iskolába mondta, az íráskészséggel születik az ember, vagy nem. De megtanultam azért a különbséget, hogy mi a különbség a jegyzet, a riport, az interjú között, és ez egyfajta biztonságot adott. Mostanában az ember ábrázolás inkább. A virágokat festettem régebben, tájképeket, de most már egy vagy két éve csak ember ábrázolással foglalkozom, vagy hangulatokkal, emberi érzések, amik inkább lekötnek. Benne vagy a virágokban, a gyönyörű kék tavakban, a lehulló csillagokban, a ki nem mondott szavakban. Minden fehér hópihében, a nappalokban és az éjben, a szikrázó napsütésben, a könnyed szakasztó szélben. A versek azok, és a szerelmes versek leginkább, az én eredeti hivatásomból is adódnak. Ugye miután 30 évig voltam a Szekszárdi Városháza anyakönyvvezetője, én mindig a szerelmesek között éltem. És ez a szerelem, bármennyire is az ember ki akarja magát rekeszteni belőle, ezt nem lehet. Amikor szerelmes fiatalokkal találkozom, akkor újra és újra átélem én is azt az érzést, amit az ő szemükbe látok, és ettől van az, hogy azoknak tudok, vagy tudtam igazán szép beszédet mondani, akiknek a szemében ott láttam a szerelmet. Lehullott a csillag a homlokodról. Nem vagy már az egyetlen égi. Kitörtem szorító karodból, olyan vagy már nekem, mint minden férfi. Kedves, nem gyengülök mosolyodtól, leperegnek rólam hamis szavak. Fényre vágytam a sötét homályból, nyomomban könnyek, s ledőlt falak. Úgy gondoltam, hogy sok képnél talán jobban mutat, vagy jobban kiemelkedik a vers hangulata, hogyha beépítem a rajz közé, az alakok közé. És így van, amelyik képemnél külön, önállóan üvegre festettem meg a verseket, néhánynál pedig az alakok közre fogják ezt az érzést, ezt a hangulatot. Megdöbbentő volt számomra, hogy a Zsuzsa mennyire el tudta azokat az érzéseket, mennyire visszatudta azokat az érzéseket adni, amiket én versbe megírtam, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy mindannyian keresztül megyünk ezen az érzésen. Keresztül megyünk azon, hogy szerelmesek leszünk, aztán csalódunk, és aztán a szerelem, amikor elmúlik, akkor esetleg várjuk a következőt. Én abban hiszem, hogy ez viszi előre a dolgokat. Egy csodálatos vers, egy csodálatos festmény, csodálatos előadó művészek. És ha ez így lesz, akkor nekünk nincs mitől félni.